Jó reggelt kívánok, sziasztok! Van egy közöttünk olyan, aki esetleg még nem volt reggeli tréningen, egy egyes írjon már nekem ide, de úgy nézem a névsorból, hogy van, 50 nincs most hirtelen. Oké. Hát elég érdekesen telnek a mostani napjaink, és ugye tegnap volt szó a pénzről. Folyamatosan ugye beszélünk mi a pénzről, és mindenkinek más a véleménye magáról, arról a jó kis kozmatikai szerről, amivel tegnap humorizáltam. Aztán kaptam is hideget, meleget, hogy mit képzelek én, mert tudjátok, hogy olyan nagyképű, meg ilyen, tudod, ezeket a visszajelzéseket kaptam néhány embertől, de érdekes, hogy azok nem is ismernek, akik ilyet írtak. Azok viszont, akik ismernek, azok meg csak annyit mondják, hogy úristen, nem vagy te normális. Tehát ez a jó kritika. Ti kaptatok-e már olyan kritikát ismeretlen emberektől? Írjatok meg egy ötöst, aki kapott már olyan kritikát, hogy úgy írtál valamit, kitetted a szívedet, a lelkedet, megmutattad, hogy te vagy az, aki vagy, és akkor mindenféle ilyen fikázás, tudod, amikor úgy ne törődjetek az ilyen emberekkel. Kicsit hozzá kell szokni az interneten lévő történésekhez. Mondok egy blőd példát. Én szoktam nézni így szórakozásban ezt a éjjel-nappal Budapestet, úgy akkor úgy kiengedem a gőzt olyan szinten, nagyon jót szórakozok rajta, lehet, hogy ezért is többen megköveznek, de engem nem érdekel, mert egy kicsit más szemmel nézem. Képzeljétek el, és most van egy olyan rész bennem, amikor a Lali mindenáron meg akar mutatni, hogy ő kicsoda. Nem tudom, hogy tudjátok, miről beszélek? Nem kell azt szégyelni, mert valaki esetleg így nézegeti ezt. Én ajánlom egyébként, én nem szoktam tévéműsorokat ajánlani, de ezt azért ajánlom, mert szenzációs, aki ezt ennek a forgatókönyvét írja, ugyanis az emberi élethelyzeteket mutatja be, hogy emberek hogy döntenek. Azért népszerűek ezek a műsorok, mert hihetetlen módon odavonzák az embereket, mert úgy kicsit úgy félretelted olyankor a saját dolgaidat, és akkor úgy elkezded úgy bírálni a másikat, hogy hát én így döntenék, aztán amúgy döntenék, hát azt nem így kellett volna, stb. És hogyha egy kicsit olyan szemmel nézed ezt a műsort, hogy ugyan te hogy döntenél abban a helyzetben, vagy volt-e neked olyan helyzeted, ahol hasonló szituáció volt, és akkor esetleg úgy döntöttél, ahogy a főhősünk, és akkor hát akkor miért csodálkoztunk volna, hogy éppen rosszul sült el, vagy hogy ugyanúgy a pozitív irányba is jól sült el. A lényeg az, hogy azért népszerűek ezek a valóságsók, mert kicsit így kiragadják az embereket saját magukból, és ezt úgy kell fölfogni, hogyha kicsit olyan szellemi szinten nézed, most nem megyek bele azért ezokba, de ez úgy gondolj bele, hogy nézel egy ilyen műsort, és akkor te hogyan döntenél? És akkor mindig nézd a te saját életedre, hogy hát igen, tulajdonképpen most nekem is egy ilyen döntés előtt lévő helyzetem van, egyébként minden nap vannak döntéseink, és akkor attól függ, hogy mit döntesz, hova akarsz kiukadni, minden nap ugye a döntések sorozatából valahol eljutunk estére. Aztán utána fogod a fejed este, hogy hát ezt azért nem így kellett volna, vagy azt mondod, mint például Billy Bob Carter, hogy ez férfi munka volt. És akkor úgy picit felhozlak, Árpi, mert szeretnék itt mindenki előtt neked gratulálni, mert én még nem gratuláltam így mindenki előtt, hogy te így folyamatosan éred el az álmaidat, és ugye tegnap válvetve, küzdve elértünk egy olyan fokozatot, illetve te is elértél egy olyan fokozatot, ami azért, hogy mondjam, nem az, hogy nehéz, de megvalósítható, és ezt, ha valaki meg tudja csinálni, akkor tovább tudja ajánlani. És ezt képzeljétek el, semmi más, csak Árpi hozott egy bizonyos döntést naponta. Tehát egyszer elhatározta, hogy ezt megcsinálja, még láttam rajta, hogy figyelj, én nem tudom azt, hogy fogom megcsinálni, de tudom, hogy megfogom, és megjön az a tudás hozzá, és nagyon gyorsan megjön az a tudás hozzá, ami alapján ezt megcsinálom, és megcsinálta, kész. Úgyhogy nyomjatok már Árpinek egy tízest, megérdemli szerintem, és akkor nagy szeretettel felhozlak, Árpi, és kicsit erről fejtsük már ki ma a dolgokat, hogy csinálod? Tehát mit csinálsz pontosan, mert ebben azért kíváncsiak vagyunk. Adom a hangot.
Sziasztok, lehet hallani? Tökéletes. Jó. Köszi, Willi, hát én is gratulálok neked. Úgyhogy köszönöm a sok támogatást, meg a bíztatást és az elismerést. Mind ugye jól esik. És hát ugye hétfőn volt szó arról, hogy ismerjük el magunkat. Hát én magamat is elismerem. És nem hencegésből, de meg is vagyok elégedve azzal, amit elértem. Számítottam is erre, hogy kell itt egy 90 nap, ugye, hát már a Kalatúba is ugye ezt hirdetik, hogy 90 nap, nem véletlenül te is 90 napos tréning sorozatot csináltál. Tehát a 90 nap kell ahhoz, hogy az ember megalapozzon valamit. Hát igen, ez a szint, ez még mindig csak az alapozás, bár már ugye nem rossz 5% mélységi bónuszt kapni. Ez azért már jól jön. A következő szint az mindenképp a master. Hát, hogy én hogy csinálom? Hát igyekszem példát mutatni, hogy hogy kell csinálni. Tehát megtanultam én ugye az előző cégben is már, hogy van egy olyan mondás, hogy a gilisztát nem lehet tolni, csak húzni. És hát ezért egy vezetőnek ugye meg kell mutatni, hogy mit kell csinálni. Mi, mikor teljesen zöldfülűen elkezdtük ugye az előző céget 11-12 évvel ezelőtt, hát ugye mi megkaptunk egy csomó elméleti tudást a felső vezetőinktől Norvégiába, meg amerikaiaktól, és ezt szépen meg is tanultuk. Igen, ám csak senki nem hallgatott arra, hogy mi szépen elméletileg ugye levezettük, hogy na, mit kell csinálni, meg hogy kell csinálni, de amíg mi nem csináltuk, senki nem mozdult. És hát ugye itt akkor teljesen az ellentétje történik ennek. Én is, ugye mind ahogy te is, Willi, 125 dollárról szálltam be, és abból már ugye két gépen fut itt a rendszer, a fiamén, ő is asszisztant lett a héten, és akkor ő lett a harmadik asszisztant nekem, Kata és Brigi, gratulálok nekik is még egyszer. Na, és hát csinálom napi szinten. Én most már szerelmese lettem a videókészítésnek, nem tudom, vettétek észre, hogy milyenek nem, de én úgy látom, hogy ezek a videók vonzák be az embereket, és tegnap is ugye megerősítést kaptam arról, hogy magunkat kell adjuk. És felmerem vállalni, majd el is mondom, akár nem most, akár későbbiekben lesz idő, hogy 5 évvel ezelőtt mekkora nagy kudarcot, meg bukás, meg majdnem teljes megsemmisülést értünk át, és most elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy látom, hogy van egy komoly megoldás arra, tehát helyrehozni azokat a dolgokat, mert körülbelül 60 millió forintot buktunk 5 évvel ezelőtt. Úgyhogy abból most még mászunk kifele, de a Kairos az egy nagyon-nagyon jó segítség erre. Köszi, Árpi, hogy itt vagy, és még egyszer gratulálunk, és csak így tovább, mert Árpi élő példája annak, hogy a videókészítés az, ami most nagyon gyorsan sikerre visz téged. Tegnap nem voltam a vezetői tréningen, nem is láttam, de remélem, hogy jó volt, tehát hogy lehet volna, hogy egy Gyulai tartották. Valahogy várom egyébként, hogy megnézzem. Ja, itt van közben Beszi, csak mondom már, hogy indítsatok el a számlálót, mert minden nappal egy picit veszítetek, hogyha nem indítjátok el. Ha nem sikerül, akkor a tréning után megosztjuk a képernyőt, és elindítom nektek a virtuál boxotokat. Jó, nagyon egyszerű, úgyhogy segítek, hogyha kell, csak szóljál rám, mert annyian jönnek, tudjátok, hogy ugye elvesztek néha a sűrűbe, tehát írjatok rám, akár 5-ször is, és akkor megyek és segítek. Szóval, tegnap voltam, azért nem tudtam jönni a vezetőire, mert fölkért az egyik barátom, Magyarország egyik legkomolyabb fitness gurúja, Barta Tibi barátom, hogy vezényeljem már le az ő tréningjét, mert csináltak egy ilyen 13 napos wellness kihívást. Nagyon érdekes. Tehát úgy higgyétek el, hogy ugye Tibi jó cimborám, ő is csongrádi srác, és egy ilyen kis csenevész, olyan kis srácot képzeltek el ő, pici gyerekként, akiből senki nem nézett ki semmit. Mindig mondták, hogy jaj, Tibikém, tudjátok, ez a majd te utoljára a srác volt. És
annyira meg lenyűgözte Arnold Schwarzeneggernek a fotója, egy ilyen fekete-fehér fotót látott a Tibi. Volt ez a Conan a Barbár című film az Arnoldnak, és akkor úgy mesélt róla, hogy ő ilyen akar lenni, vagy nem ilyen, csak úgy megígéztem, lenyűgözte az Arnoldnak az alakja, és én emlékszem rá, amikor én pici gyerekként álltunk a stégen, ugye mi kajakosok voltunk, és vagy vagyunk is még most is, és a Tibi így olyan átszellemülten mesélte erről, hogy úgy megfagyott minden a levegőbe. Ez a kisrác, ilyen vékony gyereket képzeltek el. Na most ez a kisrác felcseperedett, nem adta fel az álmait, és hát tegnap én is dobtam egy hátast. Képzeljétek el, hogy rohangál a városba Tibi, mert nagyon elfoglalt ugye fitness edzőket, tehát akik a fitness tanárok, tehát fitness tanároknak az oktatója a Tibi, és hát ugye rohangál a városba, és mondja Tibi, hogy most be fog menni egy internet kávézóba, mert itt lesz nagyon komoly internet, mert nem ért haza, és akkor innen vezényeljük már le. Oké, bemegy a kávézóba, és kinyitom a termet, és tudjátok, amikor úgy nézem, hogy mennyien lesznek a terembe. És így betelt a terem, 250 fő. De egy ilyen fél másodperc alatt. Tehát úgy egy kicsit, hogy az energiát éreztem, hogy hopp, itt valami történik. És akkor Tibi leül ilyen szerényen, ugyanaz a szerény srác, aki valamikor a stégen mesélt Arnoldról, és akkor elkezdte az előadását. Avval az ő szerénységével, a szemét figyeltem a Tibinek, a csillogásával. És képzeljétek el, hogy akkora zaj volt benne a kávézóban, hogy ilyen mindenféle női hangok, meg minden, és nem foglalkozott Tibi. Közben jöttek a chat falon, hogy állítsuk már a nőt, meg minden, de Tibi nyomta, az alázattal. És gyerekek, olyan prezit nyomott végig, hogy tehát én már sok prezentációt láttam, és képzeljétek el, semmi olyan dolog nem volt benne, hogy te most a bicepsre ilyet csináljál. Semmi olyan dolog nem volt benne, hogy te most mit tudom én, nyomjál mindenféle ilyen turmixokat meg, tehát totál másra. Mit gondoltok, miről beszélt a Tibi? Mit gondoltok, miről beszélt? Le fogom adni ezt a tréninget, csak a mi szemszögünkből. Képzeljétek el, a hozzáállásról beszélt, a hármasságokról beszélt, a rendszerről beszélt, hogy hogyan tud valaki 13 hét alatt olyan formába kerülni, hogy ezt egy életformává változtassák, és így repüljön a siker felé. Na most, egy nagyon komoly fegyvere van a Tibinek, mit gondoltok, micsoda, ha H betűvel kezdődik, és G betűvel végződik, súgok nektek, egy hatalmas fegyvere van a Tibinek, és ezzel tarol. Úgy hívják, hogy hitelesség. Hallottatok már ezt a szót, hogy hitelesség. Tudod, amikor nem csak, hogy beszélsz róla, meg úgy elmondod, hogy ez micsoda, hanem azt is csinálod, és úgy is nézel ki. És hogyha valaki ránéz a Tibire most, túlnőtte szerintem. Most lehet, hogy nagy szavakat mondok, és én elfogult vagyok a barátommal, de én azt látom, hogy túllépte az Arnoldot. Most nem úgy, hogy most a kormányzó lesz a Tibinek, stb., hanem azt mondta magáról, hogy ő nem testépítő, hanem életfilozófus, vagy életmódfilozófus. És ezt rátette az egészséges életmódra. És ez a srác most 43 éves körüli, körülbelül 20 évesnek néz ki, tehát a testalkata, hát úgy látszik az arcán, hogy bár nem nagyon, tehát nem tudom elképzelni, hogy nem látszik rajta a kor, és olyan kisugárzása van a srácnak, hogy én nem szoktam elájulni emberektől, de ez nagyon szíven ütött most, hogy e fele kell menni a csapatot, is így kell vezetni, és lenyűgöző, hogy ő vezeti a csapatát. Körülbelül, hát nem akarok hazudni, több mint 10 000 fő, aki őt követi. Hát el tudok képzelni, hogy milyen gyorsan megterítette egy ilyen konferencia termet. Egyetlen egy szavára így mennek az emberek, mert több ezer embert hozzásegített egy sikerhez, egy életforma váltáshoz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az életét mentette meg rengeteg embernek. Menjetek majd rá Barta Tibor honlapjára, illetve hogyha beütötök a Facebookra, akkor rögtön látni fogják, hogy Tibi az ki. Illetve kitettem egy videót, a tegnapi videót. Ajánlom házi feladatként, hogy nézzétek meg.
azt a hozzáállást, ahogy fölépíti az egész prezentációt, és utána válaszol a kérdésekre. És képzeljétek el, hogy lehet konvertálni. Tehát ő a testépítés, nem is a testépítés, hanem a testformálás, illetve az egészséges életmódról beszél, hogy hogy tudod elérni, de ugyanúgy rá lehet tenni, rá lehet konvertálni a pénzre. És nagyon-nagyon érdekes, amiket így mond, hogy a rendszerről, amikor beszél, akkor elkezdtem jegyzetelni, hát telejegyzeteltem egy ilyen oldalnyit, így a saját gondolataimmal, és arról beszél a Tibi, hogy ha egyetlen egy dologra fókuszálsz csak, akkor elbuksz. Tehát hiába eszel jól, jó minőségi kajákat, és mindjárt rákonvertálom a Kairoszra nektek, hiába eszel jól, hiába, mit tudom én, jó a marketinget, az internet marketingben, mondjuk a honlapod, hiába jó az elkapó oldalad, hiába, mit tudom én, sokat edzel, de nem pihensz. Tehát ez nagyon érdekes. És hogyha az egész rendszert nem úgy használod, hogy kell, akkor elbuksz. Írjátok fel magatoknak, hogy most egy ilyen olyan házi feladatot szeretnék nektek adni, hogy vizsgáld fölül magadat. Nézd meg, hogy te a Kairosba a rendszert látod-e, vagy állandóan a görcsösen, hogy most én beléptessek embert, és most mi lesz, hogyha én nem léptetek be embert? Én ma meg foglak benneteket tanítani, hogy így tudjatok belépni, vagy beléptetni embereket, mert nagyon-nagyon egyszerű dologról van szó. Annyira egyszerű, hogy úgy néztem ma az Árpi videóját, érdemes megnézni, csinált az Árpi erről egy videót, szokása szerint, és olyan egyszerű igazságokat mond benne, hogy aki okos most, egyszerűen lemásolja a weboldalnak az üzenetét, és átkonvertálja az övébe. Tehát az Árpi most tud nektek mutatni ilyen utat is. És én azt látom, hogy mindenki, aki a rendszert használja, a rendszert, hangsúlyozom a rendszert, akkor nagyon gyorsan sikereket ér el. És írjátok már ide, tényleg nagy tisztelettel mondom nektek, hogy ne vesszetek el a részletekbe. Sokan elvesznek abba, hogy állandóan hívogatnak embereket, holott mi mondjuk, hogy ne hívjatok. Három embert elég hívnod, hogy ha nagyon-nagyon meg akarod feszíteni magadat, a hat embert, tehát addig ne feküdj le, míg a hat embered meg nincs. Tehát minden nap úgy kell föl, hogy ha még nincs meg a hat embered, tudjátok a marketing rendszer szerint, akkor egy kicsit úgy ideges legyél. Legyél ilyen nagyon feszült, ilyen jó értelemben lévő, izgatott állapotba, és ebben az izgalmi állapotban beszélj a barátaid, de csak hattal. De nem kell többel, hattal beszélsz, akivel tényleg úgy gondolod, hogy olyan, mint a Billy Bo Kárpi, vagy a Szűcsülit, vagy a Bea, vagy a Bessi, vagy itt a Juráj, vagy a Béláék. Tehát olyan emberekkel beszélj, akikkel... Megmutassam, hogy kell beszélni emberekkel? Megmutatom nektek. Emlékszem, amikor a Bélát fölhívtam. Éppen Skype beszélgetésben voltunk, azt hiszem, hogy az illernetes weboldalát heggezgettük, és akkor valahogy úgy terelődött a szó, hogy láttam egy olyan bizniszt, valami ilyen Kairosz, vagy nem is tudom mi, amiben ilyen csomagok vannak. Hát persze, én is nézegettem ezeket, én megmondom őszintén, én becsatlakoztam, mert annyira hihetetlennek tűnt a dolog, hogy megnéztem, a hátam mögé néztem, és azt mondom, hogy ez jó dolog. És még nem tudok róla sok mindent mondani, de én ebbe látok fantáziát. Ennyi volt a beszélgetés, emlékszem a Béláékkal. Ugye Béla, hogy körülbelül, tehát sokkal több nem volt. Azt mondja Béla, várjam, én is megnézem. Fél tud, csatlakozzunk be. És akkor jöttem rá még egyszer, hogy a Béla az nem a Kairoszba csatlakozott. A Béla az azt mondta, hogy fél, menjünk veled, hát úgyis jó lesz ez, nem? És akkor Béla, megbántad ezt, hogy úgy bejöttél, így egy pillanatra adom, már nagyon ki vagyok száradva. Hallok, ugye? Vagy látszani látszok. A lényege, hogy arról volt szó, hogy ez egy ilyen becsúsztatott poén volt a Vili részéről, és hát a szószoros értelmében hát nekem egyszerűen a Vilinek a rezgés a legelején átjött. Tehát nincsenek véletlenek, most már mindenki tudja. És abban a pillanatban, amikor ezt elmondta, abban a pillanatban nálam eldőlt a dolog, egyértelmű volt, ha Vili csinálja, akkor én is.
pedig ő volt a harmadik, aki ezzel megkóstolt, és ő nyert, mert nem erőszakkal, nem nyomulósan, nem arról volt szó, hogy ezt csináljuk, hanem csak úgy a duma közben becsúszott egy poén, ami pont erről szólt, hogy kajrosz. És el kell, hogy mondjam, hogy én előtte megnéztem, ő volt tulajdonképpen a harmadik, aki ezzel megkóstolt. Mondhatom azt, hogy kóstolás, és én kiszámoltam előtte, hogy milyen lehetőségek vannak. Kiszámoltam azt, hogy milyen a pénzforgási sebessége. Tehát az, aki nekem elmondta, az, aki elküldte, nem volt megfelelő információ. Tehát marra érdekes, mert a Vininek elég volt az, hogy azt mondta, hogy hát ezt meg kell kóstolni. Oké. Tehát ennyit jelent a hitelesség, amit az előbb mondtál. Ennyi. Köszönöm. Köszi szépen. Tehát nagyon fontos az, pillanat, elvettem a hangomat, nagyon fontos az, hogy hitelesek legyünk. És visszatérve a rendszerre, nézd meg, hogy a rendszerben neked most hol vannak hiányosságaid. Így írd föl, hogy hát jó, a weboldalam az jó, de lehet, hogy a hírlevelekkel van egy. Például nekem most átdolgozás alatt vannak a hírlevelek, tehát még frankóbra akarom egy ilyen jó kis videós, humoros, de kicsit úgy másképpen mondom el a dolgokat. Én ezen faragok most. Akkor nézd meg, hogy az elkapóid azok jók-e. Mert hiába van egy jó weboldalad, kell egy frankó elkapó. Egy olyan elkapó, ami úgy egy pici infót ad, fölnyitja a szemhéját az embereknek, de nem mond tulajdonképpen el semmit. Van ez a Lead Capture Page gyártó kis oldal, ez a Monkey program. Ismeritek-e a Monkey? Én csak úgy hívom, hogy Monkey program. És valamelyik nap kaptam hírlevelet, szoktam néha, hogy kapni tőlük, és fölmentem, és úgy néztem, hogy ők hogy adják el a saját programjaikat. Tehát nézzétek meg, hogy akár ilyen nagyobb cégek hogy adnak el egy ilyen internetes programot, és egy hatalmas nagy elkapót készítenek. Egy hatalmas elkapót. Nyom egy információt, ami alapján te oda kezdesz figyelni. Tehát egy nyelven kezd veled beszélni az oldal. Akkor jó egy elkapó, csak úgy mondom, amikor a te problémádat feszegeti. Tehát például én most néznék egy olyan teleshop reklámot, ahol tudjátok, van ilyen bot, ami ugye eldobod, akkor így föláll. Tudod, és akkor utána mész, vagy a lépcsőn könnyebben föl tudsz batyogni rajta. Szenzációsan megcsináltak a teleshoposok ezt a reklámot, de engem nem érdekel. Tehát nem hozzám beszél, hanem gondolom olyanokra, akik ilyen botokat használnak, aztán mindig elvesztik, vagy nem tudom. Na most mi van egy ilyen elkapó oldalon, és így hangsúlyozom, nézzetek ilyen házi feladatként teleshop reklámokat, hogy ma egyébként elég sok megint reggelente, hogy bele kóstolgatsz valamelyikbe, vagy fölmész a teleshop oldalra, valamelyik a YouTube-on ránézel, nézd meg, hogy hogy adnak el egy terméket. Rendszerbe foglalják. Az első az, hogy elkezdik a problémádat feszegetni. Hangsúlyozom, nem az ő problémájukat, a te problémádat. Elkezdik feszegetni. Ugye elege van már abból, hogy állandóan fáj a háta. Ugyan elege van már abból, hogy jár edzőtermekbe, és ott mindenféle ilyen hasizom, akármiket csinál, és nem fogy a hasa, itt a megoldás. Tudod, hogy elkezdi feszegetni, láttatok már ezt az Eptronic, mit tudom én, milyen reklámot, ami érdemes megnézni, hogy mennyire tudják feszegetni a te problémádat. És amikor úgy eléggé fölcsigázott téged, akkor elkezdik adni a megoldást. És most kapaszkodjatok meg, én megfigyeltem több ilyen reklámot, minden elkapóba, minden teleshop reklámba háromszor csinálják meg ezt. Háromszor kezdik feszegetni a problémát, háromszor kezdik el elmondani a megoldást, és van egy közös pont, ami a legnagyobb problémája mindenkinek, amikor már majdnem ráharapna a halacska, ma majdnem megvan,
De ott van egy bizonyos pont, amit még át kell hidalnia egy ilyen marketing videónak. Mit gondoltok, mi ez a pont? Amikor úgy már megvan a probléma, már meg is akarod venni, már minden oké, és ott át kell hidalni nekik egy ilyen küszöböt, vagy át kell ugrani egy küszöböt. Ez nem más, mint a pénz. Ugye tegnap beszéltünk a pénzről. És ez olyan érdekes dolog, hogy oké, megvan a megoldás, neked erre szükséged van, és ezt ennyiért megveheted. És elkezdi mondani a plafont, a legmagasabb árat, akkor vigyázni kell neki, hogy nehogy elkapcsold, tehát ott rögtön betesz egy eredményt, állandóan társadalmi bizonyítékokat raknak be, kocka has, meg a fájó derekú hölgy, az így mosolyog, meg ú, halleluja, minden. Láttatok már ilyen reklámot, nem? Egy tízest adjatok már, aki tudja, hogy miről beszélek. És utána azt mondja, hogy ha most, de csak ha most telefonálsz, akkor kapsz egy bizonyos kedvezményt. Most kapsz egy bizonyos kedvezményt, ha viszont kettőt veszel, akkor még mit tudom, milyen ajándékot is hozzákapsz. Ugye ismerős ez a dolog. Hány ilyen videót megnéztetek már ti is? Hányan volt, hogy hát majdnem megveszem, és őszintén ki volt már, aki valamilyen szinten vásárolt? Én vásároltam, én bevallom őszintén. Nekem eladták a legújabb fitness gépet, ezt a, úgy kell fölhúzni a alsó hasat, és gyerekek, szenzációs. De nem vettem volna meg, ha nem próbálom ki a barátomnál. Tehát nem tapasztalom meg én ezt, hogy ez hogy működik. Na most, úgy érzitek, hogy így megyünk át, tehát konvertáló reggeli folyamatosan Kairosba. Hogy lehet ezt megcsinálni a Kairosba? Szerintetek miért van az ingyenes regisztráció? És most remélem úgy gondolkoztak, hogy a rendszerben vagyunk benne. A rendszerbe elkapott bennünket valami. Ez nem más, mint egy olyan ajánlat, ami, tehát fölkeltetted az érdeklődést a weboldalad mellett valami elkapó. Természetesen a Kálatóban lehet csinálni elkapó oldalakat is, tehát most ezt nem akarom részletezni, de fölkeltetted az érdeklődést. Na most, ugye fölkeltetted az érdeklődést, és beregisztrált ingyenesen, ugye. Kinek van ingyenes regisztráció olyan webirodájában már? Látod, hogy ingyenesen beregisztrált. Itt egy kézföltartást kérek, hogyha valakinek van ingyenes regisztrációja, ugye? Na most, itt megállok egy picit. Ha nem rendszerben gondolkozunk, akkor úgy elsiklasz azok fölött, akik már be vannak regisztrálva, és te állandóan kapkodsz az új emberek után. Na most, hogyha neked jó elkapód van, az megcsinálja neked ezt az elkapást, de kezdj el az ingyenes regisztrációiddal foglalkozni. Na most megint az, hogy hogy. Úgy megkerest, hogy figyelj, látom, hogy be vagy regisztrálva, akkor most melyik csomag kell, ebben nem érsz el eredményt. Sőt, meg se találod többet az életbe se. De van egy érdekes dolog, tehát így szenzációsan kitalálták ezt, rákattintasz, hogy az ingyenes regisztráltadra, és ott van neki egy e-mail címe. E-mail címe. Neve is van e-mail címe. Ő adta meg. Ha meg megadta, és neked van hírlevél kiküldő rendszered, egy listamester, egy Aweber, vagy egy GetResponse, teljesen mindegy, akkor tedd rá erre a rendszerre. És ide jön az, hogy rendszerbe gondolkozunk, a hírlevél küldés. És küldj ki a listádnak picike kis információt. Pici kis információt, videót, hogy te most a tesztelésbe, írjátok fel ezt nagybetűvel, hogy te teszteled a Kairos rendszerét. Az a teszt szó az azt jelenti, hogy olyan, mintha te se hinnéd még, de mégis működik, tehát most nézed a gyerek betegségeket, mert az embereknek azonosulni kell veled. Azt mondja David Wood, hogy egy nyelven kell, hogy beszéljetek, mert ha rögtön ráöntöd az információt, akkor elszalad. Tehát most elkezdesz csinálni egy olyan hatalmas videót, akkor az úgy nem nagyon jó fog működni. Ezért mondom nektek, tehát például nekem a reggeli meeting videók most kezdenek el működni, másfél-két év után. Ne kövessétek el ezt a hibát. Sokan mondják, hogy azért mondom, hogy most kezdenek el működni, mert az emberek nem néznek meg egy olaszás filmet, de megnéznek egy 3 perceset. Mit tudsz csinálni egy 3 perces videóba?
promotálod az egy óra hosszás videót. És az RP ezt csinálja, ha megfigyelitek. Hát ha tudnátok, hogy az RP hogy toporzékol reggeli meeting után, kérem, már csinálnám a videót. Én nem nagyon látok mást, aki hát jó, vannak egy páran, de meg tudnám számolni a két kezemen, hogy hányan toporzékolnak a videóért. És azt meg aztán végképp meg tudnám számolni, hogy ki építi rá a videóját a reggeli meetingre. Nem azért kell ráépíteni, mert én vagyok rajta, hanem azért, mert ebben a tréningben valami olyan megoldás lesz, ami a jelöltednek a problémáját oldja meg. És erre fölhívod a figyelmet, ez nagyon-nagyon egyszerű. Tehát fölhívod a figyelmet egy adott problémára, és itt a videóba meg fogod találni a megoldást. De a videó alatt fölött vannak olyan kis cselekvésre felszólító mondatok, hogy itt tudod a többi információt megkapni, regisztrálj ingyenesen, de ilyen nagyon simulékonyan oldja meg az RP is például, tehát Empower tudása van neki. Megállok egy picit, értitek-e a rendszernek a lényegét, hogy a rendszerbe kell belefoglalni nekünk a mondani valónkat? Sokan kérdezik tőlem, hogy figyelj már, mi az a tuti, amit itt kell csinálni? És képzeljétek el, hogy elkövettem egy hatalmas hibát. Komolyan mondom, egy hatalmas hiba. Odaadtam embereknek oktatási anyagokat. Azt hittem, hogy jót teszek vele. És képzeljétek el, akit csak úgy odaadtam, nagyon nem tudja. Olyan, mintha Isten lezárta volna. A hiába van ott a videó, nézi, nem tudja, hogy mit mond Dév. Tehát én hallottam olyat, hogy oké, Vili, de akkor mit is kell csinálni? És tudom nagyon jól, hogy a Lawrence ott lépésről lépésre elmondta, hogy mit kell csinálni. Tudom, hogy a David Wood a stratégiájába lerajzolja pontról pontra, hogy most ezt csináld, most itt csináld ezt, most ezt ide szúrd be. És ezt egyszerűen az emberek nem követik le, hanem elkezdik habzsolni a videókat, meg úgy hallgatják, meg minden, és azt hiszik, hogy ez olyan, hogy úgy rögtön úgy nem, ezt gyakorolni kell. Le kell modellezni a sikeres embereket, és a Dév azt csinálja, hogy tehát azt is mondtam, ha nem fizeted meg az árát, hogy nem érted az egésznek a lényegét. Megállok egy picit. Volt-e már olyan, hogy valakinek odaadtad a táplálék kiegészítődet? Tudod, anyának, apának, házastársnak, gyerekednek, és észrevetted, hogy ők nem értek el sikert vele. Tehát nem azt a sikert, amit esetleg valaki kiszorított, tudod, úgy alig szedte össze a rávalót, és akkor megette a táplálék kiegészítődet, és akkor egészségesé vált. Ismerős ez a dolog, vagy csak nálam volt ez a... Találtatok már pócon valahol valamilyen terméket? Akár Asahit, Herbalife-ot, vagy MV-t, vagy valami? Biztos, hogy találtatok. Na most ugyanígy van ott az Empower tudást is, hogyha valakinek odaadjuk csak úgy, én most is odaadom, tehát ezben nincs gond, csak olyan, mintha ezt nem értékelnék az emberek is. Rájöttem, hogy ez miért van. Ha nem fizetjük meg az árát a sikernek, akkor az nem jön el. Egyetértetek el velem abban, hogy kiszest adjatok már, aki úgy gondolja, hogy ebben azért van valami igazság. Ha te nem biztos, hogy a fizetés az most pénzbeni fizetés, hanem a hozzáállás, hogy most már minden közé szakad, én ezt megcsinálom. Tehát ezek a variációk. Ha ezt így gondolod, akkor így fogsz el a rendszernek a működtetését. Van egy érdekes fölismerésem. Kaptam egy olyan kritikát, hogy figyú, van most ez az új pénzügyi tanfolyam. Tudjátok, a Palacska András most egy tanfolyamot csinál, vagy egy ilyen kurzust csinál, és ő ezt $200 adját, aki oda elmegy. Na most ez egy teljesen fakultatív program, ez nem kötelező, ezt aki akarja, elvégzi, aki akarja, nem végzi el, de hogy mit fogod kapni. És akkor következő a kritika, hogy hát figyelj, ez nagyon-nagyon nagy bomba lesz a csapatnak, mert majd úgy fogják néhányan érezni, hogy hát ha én nem megyek el oda, akkor most mi lesz, mert akkor majd így le fognak engem nézni, meg úgy, hogy ez ketté szakítja a csapatot. És kicsit így megálltam, hogy
Basszus, micsoda gondolkodás ez. Egyetértek-e velem ebben, hogy ez egy nem jó gondolkodás. Megmondom, hogy miért. Megmondom nektek, hogy miért. A David Woodnak a top producer formulájába láttátok-e a második modult, ahol a hiedelemrendszerekről beszél a Dave. Ez egy $1000 termék egyébként, a nagyról beszélek, és a második modult a hiedelemrendszereket. Így ki az, aki látta ezt a videót a hiedelemrendszerekről? Egy tízest írjatok már ide be. Na most azért mondom ezt, mert a Déva, hogy elkezdi ezt az előadását, azt mondja, hogy az egész tizenvalahány videóból álló sorozatnak ez a legfontosabb része, mert ha az emberek ezt nem tanulják meg, ha nem fogják tudni alkalmazni az összes többit. És most ugyanazt érzem szinte, hogy ha valaki a gondolkodás módján nem változtat, a pénzügyi gondolkodás módján, hogy hogyan lehet a pénzt bevonzani, akkor nem fog működni a dolog. Tehát úgy higgyétek el, hogy most nem azt mondom, ha nem mész el az András képzés, akkor nem fog működni, mert működhet, de. Én beszélgettem Andrással sokat, mert ugye már tartottam vele tréningeket, és mindig azt néztem, hogy mivel tud ő olyat adni, amivel tényleg be tudod vonzani a pénzt. És nagyon érdekes a történet, mert ő magyarul mondja el azt, amit te esetleg egy szinkrontolmásban valahogy, tehát a magyar rezgésre mondja el ezt az egészet. Tehát a magyar rezgésre. Most az Andrásnak van egy különleges stílusa, amire rá kell hangolódni. Tehát az nem olyan, hogy ő nem fog téged motiválni. Kicsit olyan nem Csernus Imrés, hanem, mert az elég drasztikus, hanem olyannak tűnik, mintha olyan flagma lenne egy picit, de azért így elkezd téged így terelni. És ahogy hallgatod, egy idő után átveszed ezt a rezgést, és olyan igazságokat kezdesz el hallani, egy az ő szájából, a másik pedig az, hogy jönne föl a tudatalatból olyan fölismerések, hogy mint ha meghallgatsz egy ilyen tréninget, akkor így berobban a tudatod, hogy te jó ég, hát ezt nem jól csinálom. Ezt ki kell javítani. Például csak mondok egyet. Van a Babylon leggazdagabb embere című könyv, nem tudom, olvastátok-e. És abban vannak olyan tézisek, amik, hogyha valaki alkalmazza, akkor nagyon gyorsan milliómos tud válni. És tegnap az András az egyik tételt, ezt felsorolta, maga az, hogy adj magadnak egy 10%-ot a jövedelmedből. Tehát magyarul leteszed a 10%-ot. Na most képzeljétek el, hogy ha milliómos akarsz lenni, ez matek, érted? Matek. Csak 1000 forintot rakjál le. Ha nem is tizedről beszél, csak 1000 forintot minden nap, nézd meg, hogy mennyi időnek kell ellenni, hogy az első milliód meglegyen. Képzeld el, hogy olyan hihetetlen ez az első törvény is, hogy azt hiszed, hogy a jövedelmednek a 100%-ából tudsz csak megélni, aztán rájössz, hogy ebből se tudok megélni. Képzeld el, a 90% az ugyanez. A 90%-ot ugyanúgy be tudod osztani, mint a 100%-ot. Csak marad egy 10%, amit te félreteszel, ha félreteszel. Most ezt nem kell elhinni, én ezt csinálom, én ezt élem, és ez nagyon régen, ez egy olyan alaptörvény, hogy én nem is tudom, hogy az embereknek ezt az iskolában miért nem tanítják. Csak próbáld ki, ne hidd el, próbáld ki csak egy évig azt, hogy elteszed a jövedelmednek a 10%-át. Csak a 10%-át. Hidd el, hogy ugyanúgy ki fogsz jönni, meg fogsz lepődni, ahogy az András is tegnap mondta, hogy mi fog ebből kisülni. És az év végére, ha csak 1000 forintot tettél el, 1000-szer 365 az mennyi? 365 ezer forint. Csak számoljatok. 3 év alatt milliómos vagy, hogyha nagy ilyen léptékkel nyomulunk. Tehát az 1000 forintot mi az eltenni egy nap? Most őszintén, hogy az is el tudja tenni, aki koldus. Hát elteszi, akkor nem iszik, vagy mit tudom én. Én nem hiszem el, hogy 1000 forintot ne lehessen eltenni. És nézzétek meg, hogy mennyibe kerülnek a csomagok egyébként. Ugye tegnap kérdeztem Andrást, hogy akkor lehet befektetni? Azt ne fektetsük be, az mindig maradjon. Ennek is megvan a maga miért. Most visszatérve erre a tréningre, tehát ilyen igazságokra jön rá az ember. Na most
az, hogyha valaki mondjuk nem megy el a tréningre, sincs semmi gond, mert akkor később jön rá arra, hogy mit kell csinálni. Én egyébként elmondom a reggeli tréningeken, ha van füled a hallás, hogy körülbelül mit kell csinálni, de lehet, hogy ha pénzért árulnám a reggeli tréninget, hamarabb meghalnánál. Most lehet, hogy egy kicsit így csúnyán néztek majd rám, hogy most mi van, hogy azt mondod, milyen jó ember vagy te, hogy úgy odaadod a tréninget, sorozatokat, meg csak úgy ingyenesen. Nagyon nagy hiba, mert neked a nyakadat vágom el. Én azt hittem, hogy a magyar emberek ezt így nem érteni fogják. De úgy hidd el, hogy nézd meg most jelen pillanatban, milyen hozzáállásod van, akár ehhez a reggeli tréninghez. Úgy jöttél be ide, hogy hát jó, bejövök, aztán majd lesz, közben ugye elmegyek, meg úgy lássa a hülye Vili, hogy én ott vagyok a névsorba. Tehát idején nem is nézem meg, hogy te ott vagy-e. Tehát ne én miattam jött, meg ne az Árpi miatt, meg a szponzorok miatt gyere be, hanem magad miatt. Mert ha egyetlen egy mondat elhangzik, amit be tudsz építeni az életedbe, akkor már jót csináltunk. Mert ilyet nem csinál senki. Tehát úgy higgyétek el, hogy én még nem láttam. Az amerikaiaknál látom, ugye, de David Woodék is csak heti egy alkalommal csinálnak ilyet. És ez a sok pici egy mondat, csak egy mondat, az egy héten hét darab mondat, ami közelebb visz a te megértésed, ez az a legjobb kifejezés. Megállok egy picit, van-e ott itt közöttetek olyan, aki, de tényleg őszintén válaszoljatok már, aki közelebb kerül a tréningek során a saját önmagához, hogy miért van itt a Földön, meg hogy az egész rendszert így kezdi érteni, meg hogy kell ezt az üzletet csinálni, hogy van egy közöttetek olyan egyáltalán, aki egy tízest adjatok már, mert akkor van értelme nekem fölkelni reggel. Most el tudjátok képzelni, hogy ugye én meg tudnám ezt csinálni egyedül is. Tehát úgy el lennék én úgy egyedül is, de sokkal egyszerűbb, hogyha veletek megosztom a fölismerést. És higgyétek el, hogy azt mondja Jim Rohn, hogy ha nem fizeted meg a tanulásnak az árát, akkor a tudatlanságoddal fogsz fizetni az életed végén. Sokan nem mennek el különböző tréningekre, mert sajnálják a pénzt érte. És képzeljétek el, most nehogy félreértsetek, a Bibliába fogok idézni, hogy azt mondja Jézus, hogy ne gyűjts olyan, inkább úgy mondom, hogy megértsétek, tehát ne gyűjts olyan dolgokat, ami kézzel fogható. Most ez ház, autó, nem tudod magaddal vinni. Amit magaddal fogsz tudni vinni, bármennyire furcsa, az a tudás, amit lehet, hogy egy tréningen megszerzel. Ezt magaddal tudod vinni. Ez olyan, hogy ez itt rajtad marad, és ha ilyen szemszögből gondolkozol azon, hogy most érdemes-e egy olyan tréningre elmenni, ami megadja neked a továbbfejlődést, vagy nem, most ezt nem csinálom, és akkor leülsz munkatársakkal beszélgetni, te se menj már, mert én sem megyek, mert tudod, hogy lebeszélitek egymásról. Szóval ez maga milyen hozzáállás. És most csúnyát fogok mondani, és nem baj, kiverem a biztosítékot. Mondta nekem az egyik mesterem, hogy ne kapírgálj a csirkékkel. Ezt mondta, hogy ne kapírgálj a csirkékkel. Hát mondom, te tiszta hülye vagy, hát nekem fontosak a csirkék. De azt mondja, oké, csak csirke maradsz. Baromira megsértődtem. Ezt a srácot úgy hívják Ágy Zoli, tehát sokan szeretitek, sokan nem szeretitek. Nekem ez egy nagy felismerés volt, hogy mondta nekem annak idején a Zoli. És igaza volt, képzeljétek el. Képzeljétek el egy csirke olat. Csukva a szemed, csirkeol, kapírgálnak. Van egy pár csirke benne, úgy kapírgálnak. Ugye el vannak, hogy korásznak, ott mennek össze-vissza. Van egy pár kakas, aki úgy nézi őket, hogy melyiket kellene, úgy kezdi úgy bontogatni a dolgokat. Vannak kacsák, meg mindenféle más cuccok a csirkeolba, és egyszer így fölnéznek így a csirkeolba, és látják, hogy ott így mennek el így madarak. És akkor úgy, van is erre egyébként egy ilyen mese. És mennek el a madarak, és azon gondolkoznak, hogy te jó ég, így lehet repülni is.
Á, nem lehet repülni, megmondta az a csirke, meg az a csirke, hogy nem lehet, csak kotkodálni kell, meg tojni, meg izé, jó vagyunk, mint így. És akkor, hát ugye elgondolkodtató ez, hogy te most te hol vagy? A csirke olba vagy, és akkor megbeszéled a különböző csirkékkel, hogy hát jó vagyunk így, hát majd behozunk embereket, meg hogy blogolgatunk, meg ugye el vagyunk, de egyszer csak így betoppanna egy olyan tyúk, aki azt mondja, hogy figyeltek ide, tök jó, így beszállna egy tyúk, képzeltek így, ugyanolyan tyúk, mint a többi, így beszáll így a csirkeolba. Hát te mi a jó eget csinálsz? Hát figyú, voltam egy tréningen, ott elmondták, hogy nem kell nekem itt kotkodálni, meg minden nap toljak egy tojás, ilyen hülyeséget, hanem tudok én szállni. És akkor hogy te elszállna? Ez csak egy ilyen tanmese, de egy gondolkozzál azon, hogy te most melyik oldalon vagy, hogy a csirkékeik, hogy korászol, vagy azt mondod, hogy oké, akkor megtanulom, hogy kell repülni. És én azt látom, hogy nagyon komolyan a gondolkodást kell megváltoztatni. Ezt tudom, hogy fájó dolog. Nekem nagyon fájt, amikor elmondták, hogy te csirke vagy. Tehát elkorászolod reggel az emberekkel, meg úgy megbeszélitek egymással, hogy milyen jó ez, minden nem fejlődsz. Hú, basszus, tényleg, azt a kibaszott jó Isten, itt ez tényleg így van. És nagyon rosszul esett, akkor mondom, és akkor elkezdtem úgy gondolkozni, hogy jó, hogyan kéne akkor szállni. És akkor jött a David Woodnak a hiedelemrendszerekről, és ott minden megértettem. És akkor elkezdtem az Andrással is beszélgetni, a Palacskóval, aki egy teljesen full szegény srácból, full milliómos. Tehát nem látszik rajta, mert nem érdekli a testese például. El van egy kicsit úgy hízva, meg most hörben ezt fogyott egy csomó, de úgy el van, de hihetetlen, ahogy a pénzt áramoltatja, ahogy utazik, ahogy csak úgy röpköd hozzá a pénz, és tudja. És miért ne tanulná meg az ember? Én ajánlom mindenkinek, hogy ha van rávaló, már pedig a Kairosban meg lehet, akkor el kell menni, meg kell hallgatni az ő előadását. De nem kötelező, hangsúlyozom, semmi nem kötelező. De a tudás az, ami egyszerűen, én semmit nem gyűjtök, képzeljétek el, abszolút semmit nem gyűjtök, hanem a tudást gyűjtök folyamatosan. Én olyan éhes vagyok a tudás, hogy fogalmatod nincs hozzá. A Cudarbaja pontosan tudja, hogy én állandóan az iPhone-omat, avval alszok, képzeljétek el. Állandóan megy. Szinte olyan, mint hogy az agyam ki se lenne kapcsolva, és úgy higgyétek el, nem fárad el az agy, nem lehet túl terhelni, hanem folyamatosan megy bele az információ. Bea néha szoktam mondani, hogy ma megint valakit idéztél. Tényleg nem mondom. Bea, így van, hogy olyan, mint hogyha valakit idéztem volna, és a múltkor néztem az egyik Cudarbaja videót, ő meg pontosan ugyanúgy idézett valakit, csak nem vetted észre. Tehát fog átmenni az egyetemes tudás, az benned van egyébként mindenkibe, csak a lefejtegetést kell megtanulni. Olyan ez, mint egy hagyma. Láttatok már hagymát, itt pucoltatok már hagymát, és elkezded így lefele fejtegetni, és a végén ott van a gyönyörű hagyma. Benned van a tudás, csak van egy csomó olyan mozgató gomb, amit meg kell nyomnod, és ezt te nem tudod megnyomni. Ezt meg tudja nyomni a Palacskó, a Csernus, a David Wood, meg tudja nyomni a szomszédod is, csak az a csirke gombot nyomja meg. Na most neked kell eldönteni, hogy a csirke gombot választod, ami könnyebb. Hát ugye elplekizgetünk, és nem haladunk sehova, vagy pedig azt, hogy megnyomsz egy Brian Tracy gombot, vagy megnyomsz egy Szabó Péter gombot, megnyomsz egy Kopcsák Gyuri gombot, Számszág Mónika gombot. Tehát nézd meg, írd fel magadnak, hogy te milyen gombot akarsz megnyomogatni. Így tudom, hogy most az nem tetszik neked. Lehet, hogy most ráébredtél, hogy basszus, nem jönnek az emberek. Miért nem jönnek? Jó az oldalam, jó az elkapom, minden jó, csak az egész rendszer nem jó. Lehet, hogy az egész jó, csak a gondolkodás elront az összeset. Úgy higgyétek el, mintha lehánynád az egészet. A Tibivel beszélgettem tegnap, ugye tartotta a wellness cuccot, és mondja, hogy képzeld el, hogy van, aki nagyon jó súlyzózik. Szuper a táplálék kiegészítő, amit bevesz.
minden a pihenésére is odafigyel. Úgy összerakta a rendszerét, de nem jól gondolkozik. Mert csak egy pillanatra rakta össze. Nem folyamatosan, nem minden nap, és nem fejlesztette a rendszerét. És egyszerűen azt mondja, ez már évtizedek óta ugyanúgy néz ki. Sőt, magas vérnyomás alakult ki. Sőt, depressziós. Totál ki van az ember. És azt mondja, megváltoztattam a gondolkodását. Mi történt? Azt mondja, megharagudott. Azt mondja, egyszerűen nem akar többet szóba állni velem. Azt mondja, sorry, akkor ne csináld. Menj a csirkékkel. Edzél tovább ugyanúgy. Csináld ugyanúgy, de nem fogsz változni. Egyáltalán nem fog semmi történni. És leélted az életedet, és azt mondod, hogy egy nagy szar volt. De itt van az, hogy le kell adnod azt, hogy igenis vannak emberek, akik meg tudják nyomni a nyomógombot, és úgy jössz ki egy ilyen tréningről, hogy a francba, hát ennyire egyszerű volt. Volt-e már olyan köztetek, akinek itt tudod, hogy beugrottak dolgok, hogy a kurva életben, hát már mióta járkálok így körbe-körbe, így ringlispél, és ezt kellett volna változtatnom? Írjál már be egy tízest, hogy volt-e már olyan, hogy a jó életben, hát ez ennyire egyszerű, és akkor elkezdted megcsinálni. Ez lehet egy kaja is, egy bármi. Egy ilyen megoldhatatlannak tűnő dolog. Mert nem volt olyan senki életében szerintem, hogy ez ne történt volna meg. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon kényes téma, meg úgy most lehet, hogy úgy van olyan köztetek, aki most legszívesebb hogy lehányna, meg úgy bemosna egyet, de ígétek el, hogy én nem azért vagyok, hogy én jókat mondjak neked. A Bea pontosan tudna erről mesélni. Néha így csak azért, és aztán csak így kivirul, tényleg. Utána, amikor igazam van, higgyétek el. Tehát nem azért mondom, hogy igazam van, hanem soha nem láttam még olyat, hogy valaki úgy megkreált volna egy gyémántot, hogy azt úgy, hát úgy simogatta volna, meg úgy néha egy kis sárba, hogy megtocsottatta volna. Ott nagyon kőkeményen csiszolják a gyémántot, és mire az csillogóvá válik, azért olyan drága egyébként. Hát elárulom neked, hogy te egy gyémánt vagy. De ma házi feladatként nézd meg David Wood ezt a filmét, ha nem láttad még. Egy kicsit menjetek föl a YouTube-ra, beütött azt, hogy Palacska András, és nézd meg, hogy kicsit rá tudjál hangolódni. Ajánlom ezt a két embert, hogy picit úgy, mert nagyon sokat fog adni neked. Egyszerűen leülsz, és rájössz, hogy a rendszeredbe mi az, ami hibázik. Mi a franc az, ami változtatnod kell. És rájössz arra, hogy ha a gondolkodásmódodat egy picit magasabb szintre emeled, és nem engeded visszacsúszni, mert hidd el, a csirkék azok visszahúznak mindig. Tehát könnyebb a sötét erőbe úgy visszamenni, és kicsit úgy langyizni, meg ugye energiáról szól minden, hogy úgy neked adnak igazat, mert tudom, hogy volt már, hogy valakit én is megsértettem, és akkor az a valaki, aki fölhívta az összes munkatársat, és akkor figyú, képzeld, ez történt, ez a hülye véli megsértett, és akkor neked mi a véleményed? És hát, hogyha az emberke, az neked adott igazat, akkor így egy kicsit jobban érezted magad. Ha nem, akkor mentél tovább is, így végig zongoráztál mindenkit, aztán rájöttél, hogy te hülye vagyok, hát fotom itt a köreket, ahelyett, hogy megnézném már, hogy mit akart ez a barom mondani. És elkezdted csinálni, és egyszer csak úgy rám írnak, hogy figyú már, tényleg ez így működik most, mert a rendszert használom. Értitek, amit akarok mondani? Én nem az észtet osztom most, hanem próbálok fölébreszteni. Mert itt nem a rózsaszín álomról szól az, hogy bejössz egy ilyen Kairos rendszerben, jaj, de jó, de szponzort keresek, és most milyen szép szponzorok vannak itt, kiválasztasz magadnak egyet, és aztán rájössz arra, hogy hát azért neked is dolgozni kell valamit. Hát úgy, hogy nézd már, a szponzor nem rakott alám senki. Hát, de hogy létezik ez? Én kaptam olyat, hogy hát azért nem ezt beszéltük meg, hogy még nincsen alattam fölépítve egy hálózat, pedig már egy hónap is eltelt. Másnak meg úgy segítesz. Értitek? Így volt már ilyen. És mindig így leülök, hogy de jó ég, ez most hogy van? Hogy értik ennek az egésznek a lényegét is. A titok ott van egyébként, hogy,
hogy elkezd az ember tanulni, végig fölépíti a rendszerét, az egész rendszerét, és utána az egészet leegyszerűsíti. Majd a végére mondok egy olyan mondatot, hogy totál ki fogtok akadni. Az egészet a végére leegyszerűsíti, és semmi más dolgod nincs, hogy a rendszert karba tart, hogy csinálsz egy videót. Na most én látom, nézzetek meg a Billy Bokárpinak az oldalát, ő semmi más nem csinál, bejön a reggeli meetingre, megnézi körülbelül mit mond ez az őrült, akkor így leír egy pár mondatot magának, tudom, hogy ezt csinálja, leír egy pár mondatot, jó, oké, letesszük a tréninget, megvárom, hogy én konvertálom, gyorsan elmondja az ő gondolatait, utána fogja magát, ír egy blogot, lehet, hogy már Árpinak itt is a blogja, csak a videóra vár már, fölteszi, körülbelül egy óra hosszát dolgozott az egésszel, ez a munka, ez nem is munkának tűnik, hanem élvezi. Hát nézzetek az Árpi videóját, az most őszintén, hogy az Árpi így csinálja a videót, hogy hát sziasztok, az igazság, hogy jó ez a biznisz, de hát de nem így csinálja az Árpi, hanem odaül szépen, mint Kudlik Júlia, a bemondó széket, és elmondja, hogy gyerekek, hát most ez történt. Amikor rossz dolog van, akkor rosszat ír. Amikor jó dolog van, jót ír. De nem a rózsaszín ködöt nyomja. Ezt kell csinálni csak. És beletenni a rendszerbe. Néha kicsit a elkapón dolgozni, néha hírleveleken dolgozni, néha még egy hírlevelet kiküldeni. Tehát így játszva csinálni az egészet. És most kapaszkodjatok meg, amikor fölállt az egész rendszer, kialakult a hálózat, minden megvan. Tudod, mit kell csinálni? Szépen eltűnni a sűjjesztőbe. Mindennek vége. Mert működik magától a dolog. Nem kell már akkor neked nagyon dolgozni. Tudom, hogy ez most kiakasztónak tűnik, de én például azt fogom csinálni, hogy várok még egy picit, és utána mindent leszedek. Csak a YouTube-ot hagyom meg, vagy lehet, hogy még az se. Tehát visszahúzod a dolgokat, és megy magától minden. Mert a munkatársaidnak kell ma segíteni, de már az se kell, mert ők is. Tehát utána már lehet, hogy eltűnik. Nem kell, magától megy minden. Nem kell semmit csinálnod. Ez a teremtés, ez így működik. Hát lehet, hogy egy kicsit száraz volt ez a mai reggel, lehet, hogy kicsit furcsán néztek, hogy mit akar ez már megint. Van-e füled a hallásra? Itt arról szól a dolog. Van-e füled? Adom Árpi a szót. Most nem adtam nektek szót, mert így egy lendülettel akartam ezt mondani, de remélem nem köveztek meg érte. De azért adok neked Árpi szót. Hát igen, csak megerősíteni akarom azokat, amiket itt mondtál. Hát valóban nekem most már a Kairosz tevékenységemnek a nagyobb része tényleg azzal megy, hogy a bejövő csapattársakat segítem elindulni. Mert az én saját posztomra én nem használok egy órát, max 10-15 percet használok. Tehát valóban ezt csinálom, hogy ahogy abban a pillanatban, ahogy lezárult itt ez a meeting, átnézem a jegyzeteimet, és úgy, amilyen azt rámondom egy videóra. Ezzel kész, megvárom, amíg konvertálod, és elárulok egy trükköt a posztolásnál. Hát én úgy szoktam posztolni, hogy nekem mindig ezt a hosszú posztokat megszerkeszteni. Van egy megszerkesztett poszt, tehát minden posztban van egy értékesítési csatorna, hogyha megfigyelitek. Akkor én azt csinálom, hogy veszem az előző napi posztot, bemegyek a textre, tehát ugye a HTML-em felületre, ott kimásolom az egészet, csinálok egy kópi, megnyitok egy új posztot, oda beillesztem az egész tegnapi posztot. És akkor visszamegyek ugye a látható felületre, tehát ahol szerkeszteni lehet, kitörlöm az elejét, tehát ami ugye a tegnapi saját videóm volt, meg a reggeli meeting videóm, és beteszem az aznapi reggeli meeting videót, meg a saját videót, írok egy-két gondolatot a videók mellé, és nyomom kifelé. Ennyi. Ezt 10-15 perc alatt maximum meg lehet csinálni. És ezekből, aki még akar, most én is mondtad a hírleveleket, átszerkezted, én is átfogom. Ebből még mondjuk egy 5 perc plusz munkával lehet egy hírlevelet is csinálni. És akkor tényleg tudok dolgozni mással. Meg még egy szót a rendszerről. Ez is nagyon jó persze, amit elmondtál, sőt, nélkülözhetetlen, hogy ugye itt a Kairoszra ne csak úgy tekintsünk, mint egy üzlet, vagy mindegy pénzszerzési dolog. Tényleg egy rendszerbe tekintsünk, és hogy rendszerként tekintsünk rá,
és tényleg ott kell lenni, hogy legyen egy jó weboldal, legyenek jó videók, legyenek jó hírlevelek, és legyenek jó elkapók, és akkor ez fogja vinni magát. De ha egy picit az életünkre tekintünk, azt is ugye rendszerbe kell nézni. Én például minden nap adok arra magamnak időt, hogy egy fél órát meditálok, imádkozok, tehát reggel, este, elmegyek egy órára, kettőre a kutyussal, a Roxival sétálni, és mivel itthon vagyok, ugye van időm a gyerekre is beszélgetni, párom is, ő is, hála Istennek itthon dolgozik, hát most épp Romániában van, most van egy ilyen egy hetes távollét, de amúgy ő is legtöbbet itthon van, együtt a család, tehát, és a táplálkozásra is van időm megkészíteni ugye az egészséges ételeket, nem a gyors, teszkós, mikrós kajákat, én szeretek én is főzecskélni. Tehát ugye a rendszerek épülnek egymásra, ugye egy kis rendszer az üzletem belül, egy nagyobb rendszer ugye az egész életedben, meg hát az egész univerzumban. És hát tegnap egy olyan videót mondtam így kapásból el, tehát ami ugye előjött, említettem az elején, hogy egy akkora nagy veszteségünk volt, hogy még nem tettem közzé, nem is tudom közzé merem-e tenni, de feljött belőlem, és el kellett mondjam azt, mert megláttam egy olyan isteni gondviselést az egészbe. Én ugye keresztény katolikus vagyok, templomban járok, hogy még ebben az üzleti világban is mennyire lehet számítani Istenre, univerzumra, sőt, onnan kapunk minden erőt. És hát most az ősszel is még mindig ugye nem találtam meg azt az utat, hogy ebből a ugye nagy veszteségből teljesen kiszállni. Hát most mondhatni, hogy a Kairoszban látom ezt a lehetőséget, hogy most tényleg elsimítani mindent, és új alapokra helyezni itt az egész jövőt, életet. Úgyhogy köszönöm, és sok sikert nektek ehhez mindjártoknak. Köszi, Ápi, hogy itt vagy velünk. Remélem, hogy tudtunk ma is adni egy olyan értéket, ami legalább egy mondat így fölírtál, akkor már előre mentél. Soha ne úgy hallgasd a reggeli meetinget, ne elvárással, ne legyen elvárásod. Ezt Kapcsák Gyuréktől tanultam, hogy ne legyen elvárásod, most ne legyen. Ne akar megfelelni, most ne akar senkinek megfelelni, hanem csak, mit tudom én, csukd be a szemed, úgy hallgast, hogy tegyél fel kérdéseket. Ugye mi lehetne ennél még jobb? Vagy, tehát nyugodtan úgy gyere a reggeli tréningre, hogy tegyél fel egy kérdés, hogy, és imádkozz azon, hogy a Willi szavaiból, vagy az Árpi, vagy a Bea szavaiból megkapd a megoldást. Nem mi fogjuk elmondani. Ezért nincs jó tréner, hanem a tréner igazán magad vagy, a fölismeréseid fognak. Te tudod a választ. Amikor azt mondod, hogy nincs pénzed, tudod te, hogy miért nincs pénzed. Nem a főnököd a hibás. Nem az Orbán Viktor a hibás, meg nem a Gyurcsán Feri, meg nem a bankok. Hidd el, nem a bankok. A döntéseid azok a hibások. Átvertek, hagytuk magunkat átverni. Tudok vele valamit csinálni? Nem tudok. És innentől kezdve van egy döntésed. El tudod engedni? És holnap erről lesz szó majd, az elengedésről, hogy milyen hatalmas ereje van, ugye tegnap András már erről beszélt az elengedésnek, hogy amikor elengeded a dolgokat, akkor egyszerűen megnyílnak a kapuk, és jönnek máshonnan. De amíg te ragaszkodsz egy alkoholista férhez, egy házhoz, amit most ki kell fizessél, egy autóhoz ragaszkodsz, és életed a véred, és akkor is kifizeted, és nézd meg, mi van, ha elengeded. Mi? Persze, vigyed. Nem kell. Ahogy elengeded, egyszer csak jön egy másik autó, ami már tiéd is. Egyszer csak jön egy olyan csekk, hogy abból be ki tudod fizetni a hihetetlen, amit Isten művel velünk, de ezt már holnap elmesélöm nektek. Úgyhogy sziasztok, az erő legyen veletek, és holnap ugyanebben az időben találkozunk, és nyisszük hatjuk, mint Lali mondaná a Budapestbe. Sziasztok! Audio Jungle.